Tisztelt szülők, kedves érdeklődők! Becknik Rem Andrea vagyok, a László Gyula Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, és ez a videó azért készül, mert sajnos a Covid és a pandémia következtében még a 2022-es tavasz is kicsit zártabban és az iskolanyitogató programok nélkül zajlik. Tesszük ezt azért, mert védjük a gyerekeinket, nem szeretnénk, hogyha újabb járványok indulnának el. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy amint levettük a maszkot és a könnyítések elindultak az életünkben, más járványok indultak el a kicsik között. Gondolom hallják az adatokat, hogy ez milyen mértékben tizedeli a kicsikéinket. Úgyhogy sajnos emiatt ismét nem úgy szervezzük meg az iskolanyitogató programjainkat, ahogy eddig szoktuk. Mit szeretnék önöknek üzenni? Először is azt, hogy bizonyára észrevették, hogy a gyerekeik iskola kötelesek lesznek és lettek, és egy hatalmas feladat elé kerültek, el kell dönteniük, hogy melyik általános iskolát választják a kicsiknek. Én a magam részéről csak segíteni tudok abban, hogy jól döntsenek. Rendkívül nagy a szakirodalma annak, hogy milyen a jó iskola választás, hogy kell tanítónénit választani, mi a jó a gyereknek, mi a jó önöknek. Ugye a törvény azt támogatja, hogy a család egyfelé menjen reggel, ne kelljen sokat utazgatni, közel legyen a lakóhelyéhez a kisgyereknek az iskolája, barátok közt nőhessen fel, ugye ezt mind-mind tudjuk. De igazából mi a fontos önöknek? Én azt gondolom az, hogy a gyereknek megfelelő iskolát találják meg. Egy iskola lehet szigorú, lehet teljesítményközpontú, lehet gyermekbarát, lehet bukásmentes, nagyon sokféle. Ugye arra kíváncsiak, hogy én most azt mondjam meg, hogy milyen az én iskolám. Az én iskolám a László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 2022-ben fogja ünnepelni az 50. évfordulóját. Mondhatnám, hogy egy fél évszázados iskola elsősei lesznek azok a gyerekek, akiket beiratnak hozzánk április 21-én és 22-én. Mit ígérünk? Nézzenek körül, amennyire tudnak, szerezzenek információt, amennyire lehet, ne nekem higgyenek. Egy magát teljesítményközpontú iskolának tartjuk, rend, tisztaság és viszonylagos konzervativitás jellemez bennünket. A gyerekeink szeretnek ide járni, rengeteg programot kínálunk nekik, évente 30-35 programunk van, természetesen amikor nem feszít bennünket semmiféle járvány. És azt kínáljuk, hogy akár itt is érettségizhetnek a gyerekek. Ugyanis lehetőség van a 8 évfolyamos gimnáziumba való bekerülésre akkor, hogyha a negyedikes gyerekek központi felvételit írnak, amin jól megfelelnek és úgy döntenek, hogy ezt a képzési formát választják. Úgyhogy igazából mit tudok ígérni? Azt tudom ígérni, hogy nagyon szeretni fogjuk a gyerekeiket, hogyha hozzánk iratják őket. A tanítónénieim kiválóak, a tanáraim úgy szintén. Úgyhogy szeretettel várjuk Önöket. Az iskola profiljáról az igazgató helyettes asszony fog néhány mondatot mondani. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Dezsőfi Zita vagyok, 10 éve vezetem iskolánk alsó tagozatát. Az első évfolyam legfontosabb feladata az írás-olvasás tanítása, illetve a matematikai készségek fejlesztése. Én úgy gondolom, hogy ez mindenek előtt a leges-leges legfontosabb. A képességfejlesztést helyeztük fókuszba az évek során, és talán az a legfontosabb a gyermek életében, hogy saját képességeit a maximális formában ki tudja bontakoztatni. De elsődlegesen célunk a kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, akik képesek nap mint nap a felfokozott világunkban ismereteket szerezni, türelemmel együttműködve társaikkal kapcsolatban lenni és kapcsolatokat építeni. Fontos, hogy az osztályközösségen belül a gyermek megtalálja helyét, képességeit, ki tudja bontakoztatni stabil önbizalommal, és tudja helyt állni a mindennapokban. Ehhez az általános tanrendünkön túl képességfejlesztést tartjuk a legfontosabbnak. Így évek óta alkalmazunk tanítási óráinkon sakkpalota módszereket, sakkpalota programot, ahol nem cél, hanem tulajdonképpen eszköz a kezünkben a sakk,
a sakk eszközrendszere, illetve a szabályrendszerének segítségével próbáljuk a gyerekek képességeit kibontakoztatni. Itt elsődlegesen logikai gondolkodás fejlesztésünk a cél. Tervünk, hogy a következő tanévben az első A és első B osztályunkba is megvalósítjuk ezt a programunkat. A C-osztályba fókuszba kerül a művészeti nevelés, elsősorban énekzenei képességfejlesztést, ritmusfejlesztést foglal magába, de fejlesztjük a gyerekek képességét, alkotó fantáziáját is. Tervezzük, hogy még tánc foglalkozásokat is tartunk a gyermekeknek. Tehát leginkább boldog, kiegyensúlyozott gyerekeket szeretnénk nevelni, akik stabil alapismeretekkel kerülnek tagozatomban az 5. osztályban. Sajnos nincs lehetőségünk az óvisokkal találkozni, de bízom benne, hogy április 21-én vagy 22-én a beiratkozáson fogunk találkozni, és egy óriási meglepetéssel várjuk őket.